Shalom, אנחנו בשיעור מיוחד, És ואנחנו jó נתחיל reggelt לקרוא מספר mindenkinek! סנדס, שיהיה בסוף השבוע הקרוב Egy לעולם különleges הקדוש. leckét fogunk אנחנו hallgatni a felkészülésre az Odesszai בכנס, kongresszülés פרק 14, jegyében. כרך ב', עמוד 1497, A איגרת hatos הקודש, számú leckét שלום fog לסנדר hallgatni. שלום לקבלה לעם, Rabos kab.co.il, szociális לקבלת írásaiból הקודשים, וגם לשלוח אלינו van שאלות. hozzá שאלות נבהרות בנושאים anyag, המדוברים בשיעור, élőben נרשום fogjuk אותם, ונפתח עם a זאת. megfelelő kérdéseket kisugározni a lecke során. Tehát kezdjük Andrejjal. Jó reggelt, világcsoport! Ma mi ezen a leckén meg fogjuk vizsgálni a hatodik leckét, a kongresszus hatodik leckéjét. Ez a lecke, ez szombat este fog megtörténni Odesszában. Egyfajta összefoglalása lesz. Az eddigi, az azt megelőző leckéknek, megpróbáljunk az arvútról beszélni, a kölcsönös garanciájáról, az imáról, és az egységet létrehozni a barátok között, hogy a teremtő fel tudja találni magát ebben az egységben. A 40-es és a 8-as levélből fogunk részleteket olvasni, és megpróbáljuk megválaszolni a kérdést, hogy hogyan kell a munkánkat folytatni a kongresszus után. Tehát hogyan fogjuk folytatni mindezt, és hogyan leszünk sikeresek a kapcsolatunkban. Tehát akkor kezdjük a 40-es levéllel, mondják az oldalszámot Rabos szociális írásaiban. Az örök élő tanulóknak megkaptam a táviratotokat, és reméljük, hogy megnyerjük a szándékok háborúját, és sikeresek leszünk abban, hogy elérjük a célt, hogy megelégedéseket adjunk a teremtőnknek. Ez arról az időről szól, amikor elkezdünk előre haladni a szent cél irányába, mint egy szent erős ember. Ismert, hogy a kikövezett út a célhoz a barátok szeretetén keresztül vezet, melyből könnyen át lehet lépni a teremtő irányra szeretetből. A szeretetnek a lényege, hogy vegyél magadnak egy barátot, más szavakkal, a cselekedeteken keresztül az ember megveszi a barátjának a szívét. És hogyha, még hogyha az ember látja is, hogy a barát szíve olyan, mint egy kő, nem lehet kifogás. Hogyha az ember érzi, hogy a munkában barátnak lenni, valaki jobb lenne a barátja lenne a munkában, akkor vásároljuk meg. Cselekedetekkel aznak a barátnak a szívét. Minden egyes ajándék, és az ajándékot alapvetően az határozza meg, amit a barát élvezne, szavakban, gondolatokban, illetve cselekedetekben. Azonban minden egyes ajándéknak nyíltnak kell lenni, hogy a barát ismerje ezt, tudja ezt, hogy ajándékot akarunk adni. Azzal a gondolattal, hogy ha a barát nem is nem tudna erről, hogy az ajándék, akkor nem is örülne, és ezért ez szavakat igényelne, azaz, hogy elmondjuk neki, hogy gondolunk rá, hogy gondoskodni akarunk róla. És ehhez hozzá kell tenni még azt is, hogy tudnunk kell, mit akar a barátunk, azaz, hogy mit szereti az édességet, ha valaki viszont nem szereti, hanem csak a savanyúságot szereti, akkor nyilván nem vásárolunk édességet ennek a barátnak. Mivel ez az, amit a barátunk szeret. És ebből könnyen megérthetjük, hogy valami nem fontos dolgot akartunk adni neki, azonban mindennél fontosabb, tudnunk kell, hogy mi az, ami mindennél fontosabb az ő számára. Ez adja meg a barát, ez olyan, mintha egy lövedéket lőnénk ki a barátunk szívére, hogy lukat üssön rá, az első golyó csak éppen megkarcolja a követ, a második ugyanerre a helyre kilőtt golyó már egy repedést hoz létre rajta, a harmadik pedig egy komoly lukat. És ezen a golyó lövedékeken keresztül, még egy ismétlő módon kilövünk a barát szívére, kőszívére. Ez a lövedék, amiben minden ajándék összegyűlik, és mindegyik ajándék, ez a szeretet szikrájává válik, és összeadódik, egy hatalmas lukat üt a kőszívre, amely lángá válik, ugye, ahogy a szikrázik a szívem.
a kőszíven. Ezért a különbség a szikra és a láng között pontosan az, ahol a szeretet feltárul, azaz, ahol feltárul minden egyes számára, akikben ég a szeretetnek a tüze. És a szeretetnek a lángja az minden egyes bűn felett fog lángolni, amivel útközben találkozom. Feltehetjük a kérdést, mit kell tennünk, hogyha az ember érzi, hogy neki is külső van a barát irányába. Bocsássátok meg nekem, ha ezt leírom, mindenki azt érzi, mindenkinek éreznie kell, neki kőszíve van, azaz kivéve azokat a barátokat, akik tudják, hogy nincs más céljuk, mint az, amit a barát szeret, és el akarják, és ezt mindenképp ajándékkal akarják megbombázni. Nem szükségesen cselekedetben, legalább szép szavakkal és különleges figyelemmel, amit a barát felé fordítanak. Én csak azokra utalok, akik érzik, hogy hinek a szívük a barátok szeretének az irányában, vagy azokra, akiknek ugyan van hússzívük, azonban a hidegség, ami a barátból árad, befolyásolja őket, és azért az ő szívük is lefagy. A tanács nagyon egyszerű. A tűznek a természete olyan, hogy amikor a kovakövet összeütik egymással, elkezdődik a tűz. Ez az alapvető szabály, mivel Lolismából nem az ő nevét végzett munkából kell eljutni a Lismához, amikor az ő nevét csináljuk. És ez különösen itt így van, amikor a cselekedet a Lisma maga, azaz befolyásolják a barátot az ajándékkal, hogy a Lisma felé irányuljon mind a ketten. Ez az, amikor valaki egy ajándékot ad, és az egyetlen, amivel ki tudjuk mutatni a szeretetünket. És ezt követően az ajándéknak az irányultsága annak a nagyságában mutatja meg a szeretetet, amilyen mértékben képesek vagyunk a barátnak ajándékozni. Azonban, ha valaki idegennek ajándékoz, az azt jelenti, hogy a barátja zárt szívében idegenség van, akkor semmiért nem tud a barát hálásnak lenni, és ebből következik, hogy a Lismába való irányultság nagyon nehéz. És természetesen mondtuk, hogy ezt hívjuk adományozásnak, amikor valaki sajnálja a barátját, hogy senki nem beszél vele, vagy senki nem akarja köszönteni őt, és ezért valamit adokoznak az ő irányába. Valójában azonban ez egy ima, hogy a Teremtő segítse őt meg azáltal, hogy megadja neki a barátok szeretetének az érzését, ami cselekedetén keresztül és közelebb viszi a barátot a szívéhez. És ilyen módon ezen a cselekedeteken keresztül elnyeri az irányultságot is. De miközben történik ez a cselekedet, az adományozó, aki barátnak ajándékot akar adni, így valójában csak adományozást csinál, tehát karitatív tevékenységet. Még akkor is, ha ez fontosabb a barát számára, mint a pénz, amit kaphatnak, azaz, hogy időt szentelt annak, hogy abból a nagyon kevés idejéből, hogy gondoskodjon a barátról, azonban az idővel kapcsolatosan tudni kell, mindenek a saját értéke van meg. Azaz, hogy van, akinek egy óra többet vagy kevesebbet ér, miközben a spiritualitáshozban ehhez hasonlóan, hogy mennyit jelent a spiritualitásban egy óra, ez különböző mértéket jelent minden ember számára. Azaz, ezzel is az ember önmagát igazolja, hogyha a barátok szeretete irányul, azaz ezen a cselekedén keresztül a szeretet mindenképpen növekedni fog a két barát között. És csak amikor valaki egy ajándékként irányul a barátra, akkor azon túlmenően, hogy valaki képes a legerősebb erőt volna a szívében, mindannyian hordozzuk a melegségét a szívnek, és a melegség ez elutasítja a barát egy szeretet egész addig, amíg a szeretet rá nem öltözik valamilyen formában, és akkor minden egyetlen takaróval lesz lefedve, azaz egyetlen szeretet ölel körül bennünket, és öltözik a két emberre. Ahogy az ismert, az összetapadás egyesíti a két embert. És amikor valaki elkezdi érezni a barát szeretetét, akkor örömet érez, amely azonnal elkezd felemelkedni benne, mert a szabály az, hogy az újdonság szórakoztat,
hogyha a barát szeretete egy új formában jelenik meg, mivel ő örökké megújul, mindig ő az, aki a másiknak a jólétéről gondoskodik ezáltal. Azonban abban a pillanatban, amikor feltárul, hogy a barát azért törődik az emberrel, azaz a barátok szeretete érdekében emelkedik ez fel, akkor az öröm mérhetetlen magasságokba csap, és többé az ember már nem is kell magával törődnie, mivel érzi, hogy ez az öröm fenntartja őt. És mivel a kezdetektől kezdve örömet okoz az, hogy gondoskodunk a barátunkról, természetes módon nem is kell, hogy magunkra gondoljunk. Láthatjuk a természetben, hogy addig, amíg a sóvárgás nem lesz elviselhetetlen, tesszük fel a kérdést, hogyan lehet az, hogy az ember a szereten keresztül kifejlesz-e azt a vágyat, amelyen túl tud lépni a saját létezésén. És az egyetlen válasz erre az lehet, hogy a szeretet, amely visz bennünket a helyes útra. Más szóval, ez irracionális, és először nem tűnik, hogy nem is helyes a világban, hogy a szeretet miatt a másik gondosan nem magunkról. Csak amikor egy ilyenfajta szeretet érzünk, mindenki, aki előre halad a saját jóságának az irányába, és kezd el érezni, hogy a teremtő megáldotta ezt az utat, és akkor az áldás, az áldás vonz magával, azaz a teremtővel való összeolvadást az örök áldásban. A szereteten keresztül, amikor valaki le akarja nullázni a saját valóságát, eddig, bocsánat, a spiritásba való belépés, az a vágyakba való belépés jelent, de mindig vágyakban élünk, ugye a teljes valóságérzékelésünk, minden, ami létezik, az a vágyakban létezik, a mi vágyunkban, mondjanak. És ennél nincs semmi több a kezünkben. Minden arról szól, hogy mi van a vágyon belül. Tehát vannak a nagyobb vágyak és a még nagyobb vágyak. És ez nem a távolságnak felel meg, hogy milyen távol vagyunk egymástól. A személyes vágy ugyanis, az általános vágy. Ez egy vágy, amely egy ez ami karakterisztikát ad a vágynak a mértéke és irányultsága. És hogyha a vágy az magamra irányul, és van egy vágy, ami illetve én érzem így, hogy tehát ez egy olyan fajta vágy, amely kifele irányul más emberekre, azaz a vágyon belül mindenféle érzéki különbözet jelenik meg, mert én a vágyaimban élek, és ezek az érzéki különbözetek mozgatják a figyelmet. Tehát én a saját vágyamat, annak a karakterisztikáját, amely megpróbálom úgy irányítani, hogy, hogy teljes egészében ne felém irányul, akkor ezeket a vágy, ezt a vágyat hívhatjuk spirituális vágynak. Ez egy csoda, mondjanak. Ez egy feladat és egy csoda. Hogy egy vágy, amiben élek, azt egyáltalán nem irányozom magamra. És akkor, amit ebben a vágyban elkezd történni, azt hívom spirituális események. Legalábbis ezen a módon kell ezt megragadni, utána pedig látnom kell, hogy ez a vágy, ez mindenképpen másokra irányul, hogy én hogyan adakozok ebben a vágyban másoknak, illetve melyik vágy irányul rám, és melyik emelkedik fölé bizonyos szinteknek. Ez mind egyetlen vágyban van. A kabala bölcsesség elmagyarázza a számunkra, illetve rabos elmagyarázza a számunkra, hogy hogyan érjük el az első szintnek a magasságát. Mi
Mert én vagyok az, aki a valóságot, én mindenképpen ketté osztom, hogy vagyok én meg a barátaim, megpróbálva az összes erőmet, az összes vágyamat, az összes belső irányultságomat, a jövő iránti elkötelezettségeimet a barátokra irányítani, és akkor én ebben a vágyban egyszerűen eltűnök. Ez a lenullázódás, ezt nevezzük úgy, hogy én meg vagyok szorítva. És ezáltal, a megközelítés által én elkezdem érezni a barátomat, hogy elkezdem érezni, hogy egy csomó barát, csomó dolog csak illúzió. Tehát én elmagyaráztam magam, hogy barátok vagyunk, és ez az első spütás szinte, mert elkezdem látni, hogy mekkora műanyag valóságot teremtettem magamnak a barátaimmal együtt is. És aztán ezt nyilván eztnek az érzését csak növelem. Tehát nekünk megvan adva. Az, hogy amerre a felső kondusai is vezet bennünket, egy rendkívül izgalmas lehetőséget biztosítva, hogy erőfeszítést tudjunk tenni, és hogy valóban egy fizikai cselekedeteken keresztül felépítsük azt a fajta hozzáállást egymáshoz, amely aztán az első spitális szint kiépítéséhez vezet. Mindenfajta formájában a kapcsolatnak, amivel egymáshoz tudunk kapcsolódni, képessé válunk leválni önmagunkról, és elkezdeni érezni a környezetünket, a hatalmas csoportot, és teljes mértékben elveszteni magunkat, hogy valóban a barátokban legyünk beágyazó. Nagyon sok feladat, nagyon sok gyakorlatot tehetünk ennek érdekében, mert meg kell érteni, hogy ugyanakkor nekünk kölcsönös támogatást kell adni és kapni a barátoktól. És a legfontosabb dolog, hogy a reformáló fény dolgozik valójában. Tehát ezért kell egymást lenullázni a másik előtt. Bocsánat, mindenkinek magát lenullázni a másik előtt. És itt egy pszichológiai jelenség van, mert ahelyett, hogy elérnénk egy spiritás jelenséget, hiszen a módszernek megfelelően viselkedünk, amit a kabbalisták előírtak a számunk, és ezzel a feladattal együtt megpróbálunk a reformáló fényt magunkra mondani, ez az a természettörvénynek megfelelő erő. És ez az, ami valóban a munka, amit elmagyaráz a számunkra a kabala. Ebben a munkában egy nagyon fontos dolog a környezet, hiszen azzal, hogy a környezet az elvezet engem, rakja a kezembe a teremtő a sorsomat, és azt mondja, hogy ezt megpróbálod megtenni a kabbalisták utasítása alapján, hogy így használod a tórát, akkor egészen addig, amíg valóban jutsz, fogsz tudni igazán leválni önmagadról a következő szinten, és a rendszer így fog megjelenni a ti számotokra. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy leváljunk önmagunkról, és érezzük a barátokat. Ez az, ahogy mi nekünk meg kell szerezni. No, mikrofon, mitől mi? Itt mondva van, hogy a szeretet lefed minden bűn. Hogyha nem lángolsz a barátokért,
és magadért, akkor ne így fogd fel, hanem fogd fel úgy, hogy a szeretet az, amit minden bűnt megvált. Tehát a kapcsolat ellenében, mondja Rav, nem válhatsz. Tehát a szeretet ellenében való erő nem válhat a szeretet kapcsol erejévé. Tehát még egyszer, tehát egyrebből felfedezem ezt a dolgot, akkor egyre több bűnt is felfedezek. Ez nem, én nem vagódnék e felől, mondjanak. Tehát mindenki a saját vágyában van, mindenki. Próbál segíteni a zavarok felett, lényegtelen. Tehát nekem egyszerűen a munkát kell végeznem. Honnan tudhatom, hogy milyen állapotban vagy szinten vagyok, milyen szintű munkához tartozom. Amikor én ezt megteszem, akkor én már korrekcióban vagyok. És az igazi kézműves ember az, aki a munkára vágyik, és nem az eredményre. És az ő számára a munkában lét az a legnagyobb öröm. Hogy szolgálja a teremtőt, és ezen keresztül szolgálja a barátokat, és ezen keresztül szolgálja a teremtőt. Magával a munkával, a folyamattal. Mert ezáltal azt érzi, hogy ő megelégedettséget okoz a teremtőnek. És itt persze néhány kérdés felmerül. Tehát, hogyha mi korrigálunk mindent, és akkor mivel tudok még örömet okozni a teremtőnek, hiszen nincs semmim, amit én képesek lennék végrehajtani, megszorítani, túljutottam az eddigi megszorításon, és többé nem tudok mit adni. Tehát minden halott. És a spiritásban megtörtént? Nem tudjuk, hogy ez hogy fog megtörténni, mondja Rav. Tehát mindenki azt mondja, hogy a korrekció végén másfajta munka jelenik meg. Ez az edény szempontjában van vége egyfajta munkának. De annak megfelelően, amit most a valóság érzékelésünkben érzékelünk természetesen, azt kell, hogy mondjuk, hogy még a legjobb állapotban is a halál jelenik meg. Tehát amikor egy semleges állapot jelenik meg. Hogy mi jön utána, azt a teremtőre kell bízni. De itt azt is mondja, hogy az ember csak azért tud erőfeszítést tenni, ahol örömet érez. Na, de hogy kell ezt elmagyaráznunk? Minek a viszonyában írja ezt? Mivel örömet érez abban, hogy azáltal, hogy barátokkal törődik. Tehát hogy van, először örömet érez, aztán erőfeszítést tesz, hogy kezd elképzelni? Hát ez egy kérdés. Tehát, hogy beleteszem a tüzemet, be tudom tenni a kezemet a tűzbe? Nem tudom. Mikor tudom megtenni, mondja Rav? Amikor valami rosszabb történne, nem teszem meg. Tehát, ha volna választásom, akkor beteszem a kezem a tűzbe. Azaz, az ember az mindig az örömök által dolgozik, ez az ő természete, és ebből nem is tudjuk az embert kivezetni. Magunkat se. És akkor valójában nem is a természetünk fölött dolgozunk, hanem a spirituális természetnek megfelelően dolgozunk. Azért dolgozom, mert én... Azért, mert az adakozásnak az örömét szeretném megszerezni. Tehát ez hajt engem, ez azt jelenti, hogy adakozok a megszerzés érdekében. Ez igaz, mondja Rav. De van itt egy másik elem, a reformáló fény, és ez az elem, a reformáló fény az, hogy segít leválni az én kapnakarásomról, és a reformálás szó azt jelenti, hogy olyan dolgokra is képes velem, ahol én nem éreznék örömet, és mégis van másodnak az örömét látva, ez valamikor majd a jövőben örömet nyújtott nekem. Tehát nyilván az, mikor lehetséges ez, ha a többiek az én részemmé válnak, mintha gyerekeimik lennénk. Hát ahogy mit tudok ebből begyűjteni? Mikor tudom ezt megszerezni? Önmagamtól semmikor. Tehát a gyerekem felé való fordulás, tulajdonképpen magam felé fordulás. Tehát a reformáló fény megadja a képességet, hogy felemelkedjek és figyelembe vegyek valakit, aki kívül van rajtam. ואז איך אנחנו עושים תרגילים כאן בעולם הזה עכשיו?
És hogy hajtjuk végre mindezt a mi világunkban? Tehát hogy fogjuk elkezdeni a barátot, hogy a barát én vagyok, amikor átölelem, amikor együtt vagyok velük, akkor hogy lehet ezt majd megérezni, hogy ő én vagyok? Tehát nyilván jön a körülelő fény, és kiterjeszti ezt a fajta viszonyt köztünk. Oda tereli, és ez egy folyamatos konfliktust fog okozni, egy folyamatos belső harcot, kölcsönös elutasítást köztünk. Tehát mi nem érezzük egymással kapcsolatosan, hogy egyetlen testhez tartozunk. Ha mi ezen a módon éreznénk ezt, akkor olyanná válom, mint egy, vagy egy banda, vagy egy család. És ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát a köztünk lévő elutasításban kell kiépítenünk kapcsolatot, azaz a szakadék az mindig megmarad, tehát az elutasítás megmarad, ezért a bal vonal fölé kell emelkednünk, és az elutasítás fölött kell kiépítenünk egy kapcsolatot. Azaz, hogy és akkor nem a kis fényeket fogjuk megérezni, hanem a hatalmas fényeket, azaz nem egy szikráját a teremtőnek, amely a teremtésben van, hanem egy megsokszorozott erőt a saját ellenállásunkon visszaverődő módon fog a teremtőrejt érni. Ez az ellenállás, mondja, ez az ellenállás, ez olyan, mint technológiában. Maga az ellenállás, hogy amikor áramkörökről beszélünk, segít feltárni az erejét az áramnak, ami folyik, tehát egy kicsi ellenállás, az, ugye vegyünk például egy funkciót, a fűtést, egy nagy ellenálláson nagyobb fűtést lehet létrehozni, egy kicsin kisebbet. Tehát nyilvánvalóan az ellenállással lehet mérni mindent, így lehet növelni a fénynek a hatását. És ez köztünk zajlik mindenképpen, és a teremtő 620-szorosára felerősíti mindezt köztünk. Ez nem egy egyszerű dolog ám. Lehet, hogy néhány mondatban ki tudjuk fejezni, de mivel ez nem bennünk zajlik, hiszen bennünk nincsenek modellek, bennünk nincsenek minták, amelyek valódi állapotoknak a mintái lennének. Az első szín, amiről itt szó van, az bennünk kezdődik, amikor a másokkal kapcsolatba lépünk. Tehát az összes elem viszonyát kezdjük el ilyen módon először megérezni, és például szintre emelni. Tehát csak amikor mi elkezdjük érezni ezt, kezdjük el megérteni, hogy mi a spiritualitásban mindez. Ezt megelőzően nekünk jobban, vagy kevésbé jobban éreznünk kell. Mindezt. Kérdések nincsenek. Ezt most nem értettem, ezt a kérdést megmondom nektek. A barát fontos, mert ő kívül van rajtam. Kívül van rajtam, ez azt jelenti, hogy az egész világ, ásványi növény állati szint és az emberek, ezt érzékelem kívül. A barát az fontos a számomra, mivel mert rajta keresztül megért engem, mi megértem őt, és rajta kezdtek bejutni a spiritualitásba. Arra irányít a kérdés, hogy mi a barát a spiritualitásban, csak nagyon furcsán folytatták le ezt. Tehát mi egymásnak ilyen módon fogunk segíteni, és gyakran én elutasítom őt, gyakran megpróbálok elkerülni vele való kapcsolatnövelését, és meg kell, hogy értsük, hogy ezt felülről kaptuk, egy partner, akit felülről kaptunk, a köztünk lévő kapcsolatban nekünk egy olyan módon kell kiépíteni a kapcsolatot, hogy így jelenjen meg a teremtő a számunkra. És ő azzal a feltétellel fog megjelenni, hogy nem törhetünk el semmit, az egyetlen dolog, az a korrekció, azaz valóban az összes elemet használhatjuk egymás között. Tehát a barát ez nem valami idegen, hanem nekem úgy kell, hogy tűnjön, hogy ő a teremtőnek a reprezentánsa,
amely André volt megadva, hogy elérjem a teremtőt magát a kapcsolaton keresztül. Ezért nagyon fontos a számomra, hiszen a teremtő fontos a számomra, mert a barát nélkül nem tudom elérni a teremtőt. Tehát arra van szükségünk, hogy beszéljünk arról, hogy mennyire érthetjük ezt meg, azt a szintet, amin keresztül kiépíthetjük ezt a viszonyt, és amelyik elvisz bennünket a teremtő feltárulásához, tehát csak is kizárólag ez, nem kell semmi másra gondoskodnom. És ezért mondjuk azt, hogy ezért van szükségünk olyan intenzív kapcsolatra, amelyre csak lehetséges, hogy dolgozni tudjunk, és egy kapcsolati hálót hozzunk létre egymás között. Tehát egy dolog nem elég, nekünk több ilyen kell. Még nem értjük pontosan, hogy miért, de tudnunk kell, hogy a felső rendszernek megfelelően kell viselkednünk, és ez a tízes körben egyébként jól nyakon is lehet csípni, mert az ideális kapcsolat és a köztünk lévő kapcsolat mértékét tudjuk feltárni. És ez a két dolog adva van a számunkra, vagy virtuálisan kapcsolódunk még több baráttal, vagy van egy fizikai tízes körünk, de mindent meg kell tennünk, el kell követnünk, hogy a kapcsolatban legyünk egymással. Tehát mondva van, hogy a tíz önmagában az a köztünk lévő kapcsolatban működik, és ezáltal elérhetjük a teremtő feltárulását. És egy bizonyos állapotban, egy bizonyos feltételrendszer alatt, egy bizonyos periódusában a történelemnek nyithatunk el abba az állapotba, hogy az általános edény a tízes körben körnél nagyobb kört igényel tőlünk, és amikor, de mégis amikor a tízes körben összekapcsolódunk, akkor valóban minden nehézség felett kell ezt a kapcsolatot megtenni, és mindig újabb és újabb külső dolgok fognak megjelenni. A külső tízes körök, ugye, akikkel együtt dolgozunk, tehát nyilvánvalóan a kölcsönös támogatás adva egymásnak, ez a terjesztés egyébként. Tehát ezáltal elkezdjük az egész emberiséget egy irányba fordítani. Tehát amikor a felső erő megadja ezt a feltételt a számunkra, mivel valóban itt egy különleges pont jelenik meg a fejlődésünkben, az időtengely mentén, azaz az általános fejlődés, az edény általános erőlépésében egy általános edény emelkedik fel. Ez az én edényem, de nyilvánvalóan, amikor a személyes részemet kezdem el benne korrigálni, ez egy másfajta fejlődési szintet jelent az egész edény számára. Bármi kicsik vagyunk, meg magányosnak érezzük magunkat, és látszólag képtelennek bármira, azonban a feltételek, ezzel nincs mit tenni. Na, a kérdés csak az, hogy hogyan tudjuk ezt alkalmazni, mondjam. Oké, na de ha én azt mondom, hogy a barátok között vannak fontosabbak, vagy kevésbé fontosak. Nyilván, de senki sem fontosabb, mint én, nem? De akkor ez már egoista. Hát én mondhatom azt, hogy melyik barát a fontosabb, vagy a kevésbé fontos. De valójában a barátok eltérő, ellenrejtésben vannak. Én rejtem el őket. Ez egy játék, mondja Rav, amit a teremtő játszik. Ő rendezte el azt a számunkra. De a kabbalisták elmondják nekünk, hogy arra van szükségünk, hogy valóban megpróbáljunk mindenkihez egyformán fordulni, mert nem tudjuk megítélni a másiknak az igazi érdemét. És a ránk gyakorolt hatását sem. A feltétel, amikor megjelenik egy feltétel a kapcsolatunkban,
akkor az állandó viszonyok változásán keresztül fejleszt bennünket, és ebben nem mindig tudjuk a valóságot helyesen kiértékelni. Mi az a kőszív? Mi az a kőszív, amit itt sokszor említ, kérdez a Jeruzsálem is rád. A kőszív az a vágyunkban egy rész, ami korrigálhatatlan. De miért fókuszál bál a szulám a barátnak a kőszívére? Ez így nem pontos kifejezés, mondja Rav, mert a kőszív, az neked kell megvizsgálnod, és látszólag nem szabad vele foglalkozni. Ha a saját szívemről beszélek. Tehát itt mindig egy ilyenfajta érzéki különbözet kell, hogy megjelenjen, hogy én ezen a kőszíven keresztül nem tudok adakozni. Tehát én a parcuf, én izolálom a parcufról ezt a kőszívet, hogyha én a kőszívről beszélek, amely a baráthoz tartozik, akkor nyilvánvalóan én próbáltok melegséget zúdítani rá, és meg is tudom olvasztani ezt a szívet, hiszen ez egy, a kő, az hideg, tehát még a lángoló szeretet is, még annak hatására is felmelegíthetetlen marad. Felmelegszik, de nem olvad meg. Nem válik élővé. 1498 עמודה ראשונה, שש שורות מלמטה, שבע, איפה שיש ריק, אז הוא אומר אפילו ש... די תסטיריו, בעל הסולם, מונדו שעצו מיק, עוד שעו. מצד החברים פועלת עליהם, זאת אומרת, תמיד חוזר בעבודה מול החברים... הידקשי פוגן הבראטו, לשעז בפויאשו לנגם, אז אז מינדיק הבראט ראותו על ויסתם, מסתם שמינדיק הבראט ראותו על ויסתם, זה לקפון תשעו. תמיד מתחדש. Tehát, itt mindig újabb, tehát ez a baráttal való együttműködés mindig új helyre terel téged. Oké, de ezt mindenki azt mondja, hogy mi egyek vagyunk, mi a végső szándékban kell, hogy harcoljunk, baráttal kell, a barát szívekkel együtt dolgozni. Mit kell tennünk a gonosz hajlammal? Mi, nekünk nincsen más valóságunk, magyarok, mint ami a vágyban történik. A szándék is egy vágy, nyilvánvalóan ez magába foglal mindenféle vágyakat, ami a valóságunk, ez állandóan változik, valamilyen módon van, ami nekünk nagyobb kielégülés, tehát valami kevesebbet, de ezek a vágyak, ezek állandóan változnak, az egész bennünk hullámzik. Egyrészt nem vagyunk egyedül, tehát nekem az ásványi növény és állati szintekhez és a beszélszinthez van egy viszonyom, tehát nekem folyamatosan meg kell vizsgálnom, hogy mi az én valóságom, a helyes valóság, és amelyben én a legjobban érzékelhetem a valóságot. A legjobban, ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan mi a jó, meg a jobban. Ez egy komoly kérdés itt, a valóságérzékesben is így. Tehát én nem mondhatom azt, hogy a legjobb az, amikor én érzem a testemben belül ezek a dolgokat, tehát én nézem a tévét, én eszek valamit, tehát ez az én legjobb húzásom. A legjobb az, olvasok könyvet, tanulok valamit, segítek valakinek, tehát mindenféle dolog történhet. Nyilvánvalóan a legjobb az lehet, ami a legjobban a végtelenbe vezet engem, tehát nekünk mindig a vágyakkal kell dolgoznom és a szándékokkal. Az egyetlen kérdés csak az érték, hogy mi az, amit nekem úgy kell tekintenem, hogy jó. A jó az meghatározza a ragyogást, az illuminációt a fényen keresztül, amely megadja nekem a vitalitást. És hogy mi által történik ez, tehát mit ad nekem, tehát hogy tart fenn engem ez, milyen fajta illuminációt érzek magamon, amely ragyog rajtam, hogy valóban megpróbáljam a saját vágyamat ezen a módon irányozni és érezni, hogy mekkora erejű fény van benne. Tehát itt mindig, tehát én a fény és a vágy között vagyok, ez az, amit az ember lát és érzékel, és nekem folyamatosan meg kell próbálnom, vizsgálni, hogy mi a preferábilis állapot. Bála Szolám, tehát az előnyösebb állapot.
Tehát válaszolám, beszél arról, hogy ne feledkezzünk meg a célról, tehát hogy örömet akarunk okozni a teremtőnek, megelégedettséget, és ő arra irányoz bennünket, hogy a barátokkal dolgozunk minden mellett. Jön a fény, mondja, és megadja nektek ezt az érzéki különbözetet, ha mindent megfelelő módon csináltok. És akkor elkezdtek tudni arra gondolni, hogy ti hogyan éltetek el az összetapadást a fényjel. Tehát nyilván olyan fajta módon fog ragyogni rajtad, hogy nyilvánvalóan, tehát egy vágyban élsz, amelyet hívhatunk egyébként testnek is. Ez nem enged téged megelégedni, tehát nyilván, ahogy ragad rajtad, rád ragyog. Tehát ez azt mutatja meg neked, hogy a testnek mekkora vágyán ragyog egy távoli fény, tehát hogy mennyire tudsz törődni a testtel, és mennyire tudod felér megragadni ezt az absztrakt örömet, ami másodnak való adakozásból árad. Így haladsz előre. De minden a vágyon belül történik, ez nem szabad sose elfelejteni. A Bálazalám által használt nyelv, itt ez nem bizonyul hozzánk semmi, tehát nyilvánvalóan tehát nekünk mindent a... Tehát amilyen mértékben tudunk errefelé fordulni kell... Tehát ő szerette a fiatalokat nagyon, a kezdőket, és... Nyilvánvalóan itt egy... Itt ortodox eljárásokról is ír. Ugye itt minden, sok minden meg volt adva a rabos által. De mit akarok mondani tulajdonképpen? Hogy ő kapott egy fajta copyrightot a Zohár felett, amit aztán ő elkezdett feltölteni. És ugye azt látni, hogy rabas mit akart ezzel kezdeni. Tehát mit akart? De ő terjeszteni akart, az egészet arra akart használni, nem? Így van. Tehát mondjuk vegyük akkor azt a csoportot, amikor mi valóban terjeszteni akarunk, a sikernek az érzését akarjuk érezni, azt, hogy együtt vagyunk, hogy mi valóban előre akarunk jutni. Hogyan tudunk itt a barátokkal való kapcsolatba belépni? A szándék a vágy. Tehát mi mindig a vágyakban élünk, ez nem egy kérdés. Mit jelent az, hogy munkát végezni a szándék jelenében? Tehát nyilván minden pillanatban a vágy jelenében dolgozunk. Valamilyen módon természetesen. Tehát itt mind a vágy... Tehát ezen a módon lehet megérteni, egy bizonyos feltételrendszer van itt. Tehát nekünk a legkényelmesebben, legjobb módon kell nekünk fokozatosan felfogni, hogy a vágy állandóan irányoz bennünket, és hogy tudunk mi ebben az irányultságban előadni. Ez a kabala bölcsességének az alapja. Mi mindig a vágyban vagyunk. Mi nem tudunk a vágyból kilépni. Kérdezzetek, aztán workshopolunk. Ugye Rabas leírja nekünk, hogy minden egyes barátnak az általános edényben erre kell irányulni,
Tehát mindenki együtt dolgozik, minden egyes fajta munkát együtt kell elvégezni. Ani im atzmi, im a haver, im a gvuca, im a gvucot se baarc, vani im gvucot se bichul. Tehát nyilván itt az izraeli csoportok, a tengeren túli csoportok és az egész világ, ugye? Itt mindent körökbe kell szervezni, és ilyen módon nekem pedig viszonyulni kell az egészhez. Mert a körülbelül fény az megérkezik, és ez megteremti a köteléket, amiben a kötelékekben kell látnom a világot nekem. És így, és ezen keresztül tudok az egész világgal összekapcsolódni. Nyilván relatív módon, de mert nem tudok mindenkivel kapcsolni. Hol van az összeavadási pont, ahol, ahol össze tudok olvadni a csoport középpontjával? Nem nagyon tudjuk mi ezt a különbséget érezni. A csoport középpontja az, ahol mindannyian kapcsolatban vagyunk egymással. Mi nem tudunk egy, csak egy baráttal kapcsolódni, mindegyikkel kell. Tehát ugye 10 embernél kevesebb az nem egy csoport, mondja a spitai szabály. És addig, amíg bele nem foglaltam magam az egész világban, tehát ennek megfelelően tudok előre haladni. Tehát, hogyha én érzekem a 10 szférát, tehát nekem mindenképpen 10 szférában kell gondolkodnom, aztán azt, hogy van a 30 szféra, ugye, amit elérek. Ez jó lenne, de nem tudok elérni 30 szférát, mert mindig 10 szféra van. Azonban az ereje a 10 szférának egész másképp érzékelhető. Tehát a felbontásnak a mértéke, ahol ezt meg tudom vizsgálni, az növekszik. Ugye ezek bomlanak ki, ami számunkra ez egy ilyen megsokszorozódás tulajdonképpen. Azért, mert ezek a szintek egyébként a felső szintekhez is viszonyulnak, és minden 620-szorosára növekszik, tehát az igaz, ahogy előre haladok. Tehát a felső szintek pontjától visszaszámolva mindig az alsóbb szintig 10 szféra van. A különbség a szintek között az is 620-szorosára növekszik, tehát ez olyan, mint amikor egy ilyen zoom, mint a zoomolnék egy nagyítóval. Itt ez nagyon erőteljes számítások jelennek meg. Hadarából kérdezi valaki, hogyan tudunk irányulni úgy, hogy a vágy ne kontrolláljon bennünket. Csak és kizárólag a környezet befolyása által, ez adja nekünk a fontosságot és az erőt, amely kontrollálja a vágyat, ez pedig kizárólag a reformáló fény segítségével lehet. Abban a mértékben, amennyire lenullázódunk a reformáló fény előtt, a lenullázódásunkban a csoporttal így tudjuk kontrollálni ezt a vágyat. Így a lenullázódás és a kontroll, a vágyunknak a kontrollja az összefüggésben van egymással. Tehát amire tudom magam nullázni a saját vágyam előtt, annyira fogom kontrollálni. Azt szeretném megkérdezni, a barátok szeretetéről szeretnék kérdezni valamit, amely keresztül elérjem a teremtő szeretetét. Tehát erről szeretnék kérdezni. Mi tudjuk, hogy a teremtő az tiszta szeretet, ugyanakkor félelmet kell éreznünk az irányába. Hol van az a pont, ahol ez az Isten félelem a barátoktól megszerzésre kerül? Nincsen szeretet az Isten félelem nélkül, és fordítva. Tehát miről van itt szó? Tehát nyilván mindig, ebben a világban mindig félek attól, hogy elvesztek valamit, nem kapok meg. De mivel szeretek valamit, ezért félek elveszteni. Én szeretem az életemet, rettegek elveszteni. Minden nincs a plusz a mínusz nélkül, tehát értitek? Ez két sarokpontja, két extrémitása, az egyik nem létezhet a másik nélkül, oké?
A félelem az a mínusz, és a szeretet a plusz? A félelem és a szeretet ellentétes egymással, mondja Rav, valódi ellentét van köztük. Hát de mitől félsz? Mi az, amit féltesz először? Valamit, hogy el fogod veszteni, nem? Tehát te szeretsz egy bizonyos fajta állapotot, és ezért átmész a másik, az azzal ellentétes állapotban, ahol rettegsz attól, hogy elveszted. Oké, na de én most a barátok szeretetéről beszélek. Ezen a dolgon belül én nem látom, hogy félnem kéne. Ahhoz, hogy a barátok szeretet megszerezed neked, félned kell a gyűlölettől, tehát félned kell attól, hogy gyűlölni fogod. Ez az első parancsolat, és mondják is, hogy az első parancsolat a félelem, azaz, hogy én belépek ebbe a folyamatba, amit a barátok szeretetnek neveznek, nem tudod elérni a barátok szeretetét, hogyha nem tapasztalod meg a gyűlöletet. Próbálkozz! Nem. Itt egy kérdés bukkan föl. Te mit jelent a gyűlölet? Tehát ti a szeretet szavait kell, hogy használjátok, de tudnotok, hogy vele fogtok zuhanni a gyűlöletbe, a valódi gyűlöletbe, a spiritualitás felé vezető úton, elkerülhetetlen lett, és félnétek is kellettől, és akkor érhetitek el a szeretetet azáltal, hogy félitek ezt az állapotot, mert a szeretet le fogja fedni a gyűlöletet, és egy állandó lángolást kell éreznetek, amin keresztül beléphettek egy ernyő alá, a szeretet ernyője alá. A szeretet le fogja fedni a bűnt, nem lehet ez másképp. De ez a félelem, ez egy eszköz, amit igazán a csoportban használnom kell azért, hogy elérje mindezt, amit le van írva. A félelemnek, mondja, állandónak kell lenni. A félelem, még egyszer, a jó felé vezető úton, minél jobban megpróbálok én a jóban lenni, minden lehetséges módon, a reformál, hol van, keresem, hogy hol van a reformál fény, hol van a teremtő, mindenki keresek, aki segít nekem, hogy jóvá válhassak, én megpróbálok adakozni, megpróbálok megfeledkezni magamról, én a legjobbat akarom, tehát csak a jót akarom, és egyszer csak azt érzem, hogy lezuhantam a gyűlöletbe. Belezuhantam a lustaságba, belezuhantam a semmittevésbe, nyilván folytatom a környezettel való kapcsolatomat, nem fogom abba hagyni. Én folytatom, mondja Rav, majd egyszer csak valamilyen módon elkezdem felfedezni ebben megnyilván a negatív erőt, és a negatív dolog, ez is a reformáló fénytől jön, tehát nincs olyan negatív dolog, ami magától jelenik meg, mondja Rav. De itt a bennünk megjelenő negativitás nem a hétköznapi ember negativitása. Tehát én el akarom érni a kapcsolatot, a dvekutot, az összetapadást. Nem tudom, hogy ezt hogy írjam le, mondja Rav. Tehát a felső fény elkezd engem befolyásolni, a cselekedetemen keresztül. És akkor én elkezdem érezni a negativitást, a gyűlöletet, az elutasítást. És ezeket a dolgokat a reformáló fénytől fogunk kapni. Ez nyilvánvalóan nem az egész emberiség kapja ezt meg. De mégis folytatom, hiszen a csoport támogatásával minden nap tanulok tovább. És egyszer csak elkezdek megszerezni egy újabb adag gyűlöletet, amit uralni tudok. És akkor megérzem, hogy azzal, hogy ezt a gyűlöletet legyőztem, akkor egy jó attitűdöt kapok a barátok felé, és mivel állandóan félek attól, hogy a gyűlöletben maradjak, ezért el fogom én a szeretet. És ez a félelem segít nekem abban, hogy a gyűlölet és a szeretet között mind a kettőt fent tudjam tartani, menedzselni legyek képes, és nem lehet több szeretetem, ha előtte nem éreztem a gyűlöletet. Tehát mint Rabbi Simon. Tehát neki a lángoló gyűlöletet kellett érezni. A lángoló gyűlöletet, magyarul. És ez majd a szeretet felemelkedésével vált. Már a következő pillanatban. És mind a kettő, mondja Rav, az reformáló fényen keresztül érkezik el hozzánk. Ez az, ahogyan fejlődünk. És a félelem, mondja Rav, az van középen. A félelem, ez tart meg bennünket, ez az, ami hordozza a gyűlölet felett a szeretetet. Mert a szeretet önmagában nyilván van az ereje a szeretetnek, oké, de a gyűlölet az ilyen, meg olyan, meg amolyan. Tehát
Mi az, ami egyensúlyt tart köztük? A félelem. Az nem tűnik el. Folyamatosan őriznünk kell ezt az erőt. Oké, na de a félelem, amit érzek a közösségben, a szégyen, az, hogy szégyellem magam a csoport irányába, az, mint a túl lépne ezen a szereteten. Tehát mi az, ami irányoz engem, hogy ez, ami megmutatja nekem a szeretet irányultságát, hogy valóban mi az, ami úgy vezet engem, hogy ne a szégyen meg a félelem irányítsa, hanem a szeretet. Én azt gondolom, mondja Rav, hogy amire szükségünk van, az egyszerűen az, hogy még jobban belefoglaltassuk magunkat egymásba. Mert az edények, mondja Rav, a minőségek, amiket az edényeken keresztül megszerzünk egymástól, ezek csak egymástól szerezhetők meg. Tehát minél jobban összefonódtok, olvadjatok össze, és akkor új minőséget szereztek meg egymástól. Mint egy vírus elkezd terjedni köztetek ez, és erre valóban szükségünk van. Amit a baráttól fogtok kapni, az a barátság vírusa lesz. Enélkül, a vírus nélkül nem tudunk élni. Tehát enélkül a vírus nélkül nem lehet élni. Ezt csak ebben a barátságot kell érezni, ez össze kell, hogy kapcsoljon bennünket. A benyomások, a kölcsönös benyomások nagyon lényegesek. Ezek segítenek nekünk összekapcsolódni, és ezáltal előrébb jutunk. Tehát a szeretet lefed minden bűnt. A doki fog kérdezni, Vlad. Rabas írja. Tehát, hogy mindenkinek érezni kell a kőszívet. Azok kivétel, akik ismerik magukat, akikben semmilyen ellenállás nem jelenik meg, hogy a barátok szeretete felé forduljunk. Mit mond ez nekünk? Itt egy probléma jelenik meg. Hát nem csak kapunk a barátoknak, hanem kapunk is tőlük, és egy különböző okai vannak mindennek. Az első oka, hogy nyilván a függetlenségünket megsíti ez a barátokkal kapcsolatát, hiszen a barát szépen lassan elcseni tőlem a függetlenségemet, mert a szeretet kötelez engem, és ez engem mindenképpen mások felé irányoz. Ez kiépít bennem egy vágyat, egy hiszaront, mert az, amit én adok neki ajándék, ez kiépít bennem egy vágyat, egy hiány. Ez nem úgy működik, hogy valaki ad nekem valamit, és akkor... Tehát mi egy ajándékról beszélünk, mondja Rav, amit adunk egy embernek, hogy ő boldogabb legyen, és ezáltal szeretetet adunk a másiknak, és azzal, hogy szeretetet adunk, mondja Rav, ez benne egy hiányt épít, és abban a pillanatban, amikor benne egy hiány épül, ki bennem is kiépül. Ez nagyon nehéz ám ajándékot kapni, majd egyszer nézzétek meg, hogy mennyire tudtok ajándékot kapni, semennyire. Majd beszélünk még erről, de most menjünk át a lecke következő részére. Én már lesz ott. Na most. Menjünk át a következő részre, ami most nem tudom,